Ide érkeztünk meg az Eiffel-tó világba, úgyhogy már a biancás átvezetőt vagy dialógust már láthattuk. Figyelmeztetett minket, hogy ne nagyon menjünk most már tovább, csak hagyjuk békén őket, minden rendben lesz. Nem volt olyan fenyegetőző most már, mert látja, hogy a varázslónő mire is képes. Szóval most már kezd azért, hát nem azt mondom barátságos lenni velünk, de azért jót akar nekünk, így vettem észre. Ezzel az űrhajóval haladunk majd tovább, viszont előtte teljesítsük ezt a világot. Éj, fény, tó, 400 darab drágakő és 6, vagy 2, 4, 5 darab tojás. És a békák vannak még itt, na akkor kezdjük. Itt érdekes ez a kis hely, viszont ami még érdekesebb, hogy ez egy portálnak a teteje, ugyanis ez itt a fagyott oltáros, hát nézem, fagyott oltárok című pályát rejti, majd arra kell tovább haladni. Jó kis pályák lesznek itt, és a mai videóban is teljesítünk majd pályákat, de előtte azért tisztázzuk ezt a helyet, fedezzük fel, hogy merre lehet majd mennünk. Úgy emlékszem, van egy hely, amit át lehet majd úgy ütni, neki lehet menni egy falnak, és az majd kinyitja valamerre, de ott lesz majd a hajótemető, aztán ott a bálna, velük csak itt valamerre, nem itt van, vagy ja, vagy ez így nyitva, vagy rosszul emlékszem, vagy hogy van itt, mi van itt, tűzijátékgyár, valamire pedig emlékszem, nem is tudom már, de lehet összezavarom én saját magamat is, de emlékszek a PS1-es időszakról, hogy pedig a víz alatt valamit ott úgy be lehetett ütni, vagy neki menni és kiütni, valami ilyesmire emlékszek. Majd meglátjuk, hogyha jobban szétnézek. De a bánával óvatosan, mert tudom, az le tud nyelni, de azt hiszem annak le is kell, mert benne van a bána hasába valami Geppetto, vagy Pinocchio, vagy valami történik majd. Majd meglátjuk, viszont figyeljünk, hogy mindent ide közel van. Hú, na jó. Oké, csak nyugodtan. Hoppá, ide jöttem a közelébe. Meg is evett, így bizony, hoppá, ott van a foga, és ide bent van nekünk Jani. Oké, Jani, elég ügyes vagy, mit nem mondjak. Most már menjünk akkor ki, és fogja, és blöttyű, így kiköp. Köszönöm szépen, ez jó volt. Itt is van egy pálya, itt ide fent, ez a Varázshegy című pálya. Másik oldalt a repülős pálya, de itt van, oké, hát itt is van még drága kő elrejtve. Tehát, hogyha ezt a részt én teljesíteni akarom, akkor már így be kell ide jönni, illetve fent lesz még, gondolom, gyűjteni való, de nézzünk ide. Ja, ez visszavezet ide az elejére, igaz? Van még nekünk mondjuk olyan glide-alós kihívás, amit teljesíthetünk, illetve egy kis mászás, itt van a létra, úgyhogy ezen mászunk föl. És itt a sparksos kihívás lesz néhány drága kő mellett, hát majd visszatérünk a boss után. Egyelőre viszont nem megyünk, innen csak odáig, azt hiszem az ott valami rejtek, aha, oké, a tojás itt elbújt, Hannah Montana, oké, táncolhat. Itt nem is volt drága kő, innen folytatjuk tovább utunkat, ott lesz az a védelmi pajzsos erő, így né, ugráljunk ide föl a lépcsőn, na hát halljam Zoli, mi a helyzet, ismét szia Spyro, képességkapu, sebezhetetlenné tesz, de csak rövid időre, használd, hogy keresztül mehess a tűz oszlopokon, mögöttük találsz egy tojást, hát nézzük csak ide le, ja, ez a bálnás rész, a tűz oszlopokon kell keresztül menni, és ott lesz egy tojás, illetve még fentebb lehet mászni, mert ott egy létra. Szóval akkor kezdjük ezt, jó, kezdjük ezt, és ez is jó, folytattuk akkor az előrehaladást, Stuartot oldottuk fel. Még sapkája is volt, ez az első kis sárkány, akinek sapkája van, hát nem, benne teljesen biztos, de abban igen, hogy itt egy élet, ide egy headbash képesség, amivel drágaköveket szereztem, a létrán felmászok, újabb drágakövek, ide lent pedig az a rakéta, amit láthattunk a pálya elején, ezzel fogjuk elhagyni ezt a helyet, illetve itt még egy tojás, Ted szemüveges kis sárkány. Oké, na ez volt egy gyors kis körmenet, viszont nem vagyunk kész. Nézd csak úgy, ahogy emlékeztem rá, toronyfalának betörése, van valami toronyfal, vagy valami, amit be kell törni, tudtam én. Erre beúszok ide, és itt pedig fölfelé úszok, jaj, a víz alatt, aha, így jutok el Money Bags-hez, habár ez nem a
torony betörés volt, de itt is vannak drága kövek, amik fontosak. Majd kiszabadítjuk az itteni karaktert. Várjál, ott a bálna, és akkor itt is... Nem, ez nem úgy tűnik, mintha úgy bele... Várjál, nézzük, ez bele lehet törni? Ez nem, viszont... Ja, itt, jó, csak itt van. Ahogy kijövünk úgy a tűzijátékgyár pálya barlangjából, akkor ott szembe ott van a törés, ezt lehet akkor, igaz? Így bizony! Erről van szó. Ezt már szeretem, na akkor fejezzük be. Ez is megvan. Jó. Még maradt drága kövel. Scooby-Doo, az megvan a tojás, de szerintem... drága kő? Azt mindjárt megnézzük. Mert a tojás az 5x5. Ja, ide lent itt néha földön. Jó, egy 5-ös. Aztán itt egy 2-es. Itt még a... Hát a víz alatt itt még úgy tűnik van még ilyen mászóka, vagy mi újság van. Így 400x400. Így teljesítettük ezt a pályát. Legjobban kiemelkedő pálya az nekem ez itt, ez bizony az elveszett hajótemető. Hát nézd már ezt a kalauzhajót, elsüllyedt, csináljuk meg! Na szóval, már is ide szalad nekünk őrült Ed, óvatosan errefelé kicsi sárkány. Több szellem van ebben az átkozott hajótemetőben, mint ahány bolha a házi hangyászomban. Engem is megijesztenek, mikor kincsek után vadászok. Jól van, akkor figyeljünk. Ha a szellemekre kell figyelni, és a kesejükre. Ez az egyik achievement, amit teljesíteni kell, hogy azokat a kesejüket úgy győzzük le, hogy a kenonokat, vagyis az ágyukat használjuk, és a kívás pontoknál pedig deszkás időrekordot kell nekünk majd elérni az elveszett hajótemető című pályán, úgyhogy erre kell odafigyelni. Kezdődjék hát akkor ez a pálya. Egy rákotot le is győztünk, ebbe az irányba Zsák utca, de néhány drága kő el volt rejtve. Itt magasan van ez a homok, szóval ebbe az irányba is lezárt ez a dolog. Jó, itt van egy kis köpet, azt lehet használni, viszont... Hey! Hát ez nem is egy szellem, ez csak egy orszarvú, hát nézd már meg, az egy rájnok, igaz? De mit akarsz? Sőt! Kettő rányok egymáson vannak. Hát ilyet nézél. Hoppá! Mit? Hát ez nagyon jó, ez jó kis pálya. Oké, meg is vagy. Neked is annyi, vagy inkább mondom úgy, hogy nektek is annyi. Na, ez nem egy keserű, ez csak egy rájnok így beöltözve. Annyi neki. Jó, akkor csávókámnak majd tudok segíteni. Viszont előtte nézi... Hoppá! Akkor mondom viszont... Jó, hát akkor maradok itt. Azt mondja, hát erre rá kellene ugorni. Innen úgy gondolom, hogy ezt megtehetem. Jó. Aztán hadd nézem, Ed mit mond? Oda én lőjek arra rá. Én nagyon ezt érzem, úgyhogy tegyük ezt meg. Itt az ágyú, ez pedig hát egyrészt oda lőnék szívesen, odaig el is lehet, csak jól kell célozni, puff, az megvan, visszamegyek értük, aztán utána oda egy lövés, mehetsz tovább, én pedig figyelek az ellenfelekre. Oda fel lehet majd jutni, én úgy gondolom, hogy az nem fog gondot okozni, azért kezdjük el, hogyha már el lehet kezdeni, illetve a kesejükkel is, ha bár innen szerintem nehéz eltalálni, de lehet, hogy mégse annyira. Jó, hát annyi amennyi, és akkor innen folytatom tovább. Na lássuk, Ed merre halad tovább. Jó, azt mondja ellenfelek, újabb szellemek. És arra, de jött, figyeld meg, se át, láttad azt, hogy egyből, és megint, még egy találat, vigyázz! Gyógyítsuk Sparksot, na vigyázzunk nagyon, jelezd a szájat, majd oda a szem, úgy be kell lesz jutni. Kis köpeteket, azokat nem nagyon kell így használni, azt vettem észre. Jó, ebbe az irányba itt le lehet jönni egy rák támadásért. Jó, drága kövek megvannak, szép. Ugrok tovább Ed irányában. Na szevaszter, mit kellene itt segíteni? Ja, ez kellene segíteni. Oké, már is jövök. Te meg mellette el tudsz menni? Hát mi van, a rájnokok csak engem akarnak bántani? Vagy mi történt itt? Hello. Itt egy ellenfél, jó. Abba az irányba nem mehetek, de arra emlékszem, hogy elvileg lehet majd a víz alá is menni egy olyan sebezhetetlenséges dologgal.
Jó, azt kinyitom, ott van a keselyű, megvolt, és más, szerintem itt ennél, wow, még beleszédültem, annyit pörögtem, szóval, itt, ja van itt még egy, jó, akkor merre mész? Ne menj már, így is szédülök. Oké, okay, akkor ezzel folytatódik, hogy átugrok ide, őt legyőzöm, újabb haladás, még egy, fú, ezek még veszedelmesebbek amúgy, így kettőt kell rájuk találni, ez amúgy nem rossz, tehát, hogy így kettőt találjuk el, de mindig az az ilyen egyszerűség a Spyro-ba, hogy egy találat, aztán annyi, de jó ez így, oké, okay, akkor, opá, ott hagytam drága köveket, akkor ezt gyűjtsük össze, így bizony, hú, ha belementem volna az öt trutyikába, nem örültünk volna szerintem ennyire, jó, aztán itt van nekünk Ed, mit hozott abból a tyű, micsoda, azt a kutyafáját, valami baland elrejtette ezt a fura tojást a ládámba, Craig, jól aludt a ládába, hazatérés, már ment is haza, oké, okay, mi mehetünk föl, illetve mehetünk a víz alá, amikor is, vagy hát nem is víz, hanem ez a zöld folyadék alá, mérgező talán, itt pedig visszajutok a pályának az elejére, de már ott egy örvény, illetve hát itt is volt az az örvény, amit használhatok, úgyhogy a teljesítés érdekében jövök föl, aztán lássuk, milyen dolgok vannak itt még. Hát az az ágyú az nagyon kell lesz nekem, úgyhogy azt én felhasználom. Jó, másik oldalt, ja, itt a palánkon, nézzem, idáig kijövök. Innen el lehet odáig glide-olni, és ha jól látom, ott van egy olyan kihívás. Jó, ott is egy barlang, azért még nagy ez a pálya, de nem kell ezt még leírni, ezt a pályát, hogy ennyi volt. Ez még csak most nyílott meg. Innen pedig, hát erre így látszik igazából, hogy ott van egy megerősített kis ládadoboz, azt nekünk szerintem ezzel a ágyúval lehet. Hallgassak meg, hogy innen eltalálok odáig, az elmegy oda, mert inkább hallani kell, innen látni nem lehet, de becélozni valahogy az csak meg lehet. Szerintem így, meg hát közben a keselyüket is, hogyha sikerül, az jó lesz. Talán már csak ez az egy kesely, igen, igen, man, the cannons, így bizony az ágyuk, azokkal vannak dolgok. Na várjál, hadd jöjjék le, kamera, jó, tehát azt is ott abban a barlangban, ott azt szétszedtem, ott abba az irányba, rossz irányba mutattam. Azt is ott felrobbantottam, szerintem ennyi, tehát ott azzal majd visszajöhetek, tehát akkor én menjek majd abba az irányba, ott szerintem az a kerülő lesz, tehát hogy innen majd kerülök odáig. Jó, és akkor mi hiányzik? Akkor ennyi lesz a pálya szerintem, úgyhogy azt mondom, hogy induljunk el ebből az irányból, hogy jövök ide, azt mondja erre a hajó részre. Itt van, nem, ez a hajó temető. Oké, okay, akkor lássuk, itt szépen szélről kezdjük, pucoljuk, és szerezünk meg mindent, ahogy ezt illik minden Spyro pályán, de hát ha nem, de legalább egy jó kis felfedezés és nézelődés, legalább annyi van a pályákon. De hát most úgyis kell lesz majd a drága kő, mondjuk igaz, van több mint 4000, de majd Bentley kiszabadításához gyűjtünk. Oké, okay, na itt aztán vannak bőven, hoppá, még le is estem, úgy megindult, várjál, na szóval még egy ugrás, így egyik, másik. Oké, okay, ahogy szétesnek szegény, figyeld, hogy esik szét, mi történik ott vele. Oké, okay, gyere csak, aha, vagyunk itt bőven, hát mennyi van? Legtöbb ellenfél a pályákon, ez a legtöbb ellenfél melyik pályán van? Ez egy jó kis induló szerintem erre a pozícióra. Hú, ez egy videó ötlet, de el fogom felejteni. Még a Crash-be is meg lehetne ezt csinálni, ha bár ott ne ez. Vagy hát ott azért, hát nem tudom, hogy nagyon sok ellenfél szerintem úgy nincsen úgy túl sok. Meg ott van olyan, hogy újra meg újra jönnek. Tehát mondjuk van az ilyen havaspályán a fóka, jön három fóka. Ha állok ott, akkor jön megint három fóka. Tehát annál azért ott egy kicsit másabb. Én azt mondom, lássuk ezt a kihívást. Ez lesz a gördeszkás, akkor a deszka győzelem. Illetve hát azért itt kell lesz nekem itt drága köveket is. Hú, na ez az akkor nem lesz egyszerű. Mármint a legvégső, hoppá, bocs.
vagy... így legyen szemelyüket, ha kell, na jó, jó, itt van. Lássuk akkor, mit mond Hunter. Éppen időben orszarvú deszkások kihívtak minket egy versenyre, azt mondták, lassabb vagy, mint egy forró kráteri tűzcsiga. Megmondtam nekik, aztán mondtam már, hogy én láttam gyors tűzcsigát is. Tehát ez egy trükkös board, azt mondja, hogy lehet négyet, várjál, ho, lehet azt mondja trükközgetni, de hogy is a melyikkel? Hogy lehet itt ezzel tüzelek, jó, és akkor a négyzettel turbózok, de aztán meg ezzel, hogy van a forgás, anyád? Nem ez az, akkor várjál, hogy kezdjük le. Aha, az is adott mondjuk valamennyit, hogy ho, első kör, negyedik. Várjál, csak először meg kellene tisztítani először amúgy a pályát, várjál, itt ezzel, vagy nem a jobb sztikkel. Még kell csinálom a trükköket, azt mondta csinálok, hogy a négyzet az a boost, az egy dolog, de nem. Vagy, én elfelejtettem. Ez R1, hogy lehet balra, vagy hogy van az ugrás, ez ugrás, de... Ja, az ugrás után nyomok még, én ezt nem értem. Ja, háromszög, jó, oké, megvan. Háromszöggel kell lesz, de már ötödik vagyok, hogy második körben, hát ez így felejtés. Én azt mondom, ez kb. Fú! Oda fel kell lugorni, oda szélre, várjál. Itt először kezdek egy jobbra iránya, hogy erre trükközök. Itt megint jobbra, teljesen jobbra, így. Egy rákot leszedek, nyomom ja nem kell, meg kell hagyni ide. Ide ugrok, aztán turbózok odáig, de nem jó. Ugrok egyet, turbó és ezzel sem ér el. Ha hogy, ha végig turbóztam, hát mi van itt, hát akkor... Hogy? Jó, első hely, meglett az első hely, úgy kilőttem magam, ez egész jól sikerült. Felvettem egy olyan rakétát is, tehát azt a piros csillagot, és azzal egész hatékony voltam. Mármint, hogy úgy le tudtam szedni, de itt ez a... Nem már, elrontom! Bár még megvan az első hely, úgyhogy igazából csak be kellene fejezni így szépen. Nem muszáj ott mindig trükközni. Ugrok ide és turbózok, de az nem jó. Turbózva kell ugorni, ez így az sem elég. Turbózva jövök, ugrok egyet a kék csillagba, aztán úgy neki is annyi, újabb kék csillagok. Szép kis turbó, ezzel eljutottam ide. Második kör, első hely. Ezt kell megtartani. Jó, harmadik körnél tartok, és itt nálam volt még egy köpet is. Így befejeztem ezt. Szuper. Úgy megmutattam nekik, hogy mehetnek vissza a balettbe ugrálni. Ó, igen, és nyertünk egy tojást is. Olivér. Most, hogy azok az orszarvók eltakarodtak, akarsz egy igazi kihívást? Tudom, hogy gyors vagy, de fogadok, nem tudod szétütni az összes rákot, és közben legyőzni engem is. Na mit szólsz, megpróbálod? Na lássuk, akkor Hunter. Háromkörös versenyben Huntert kell legyőzni, és az összes rákot is a pályán. Ami azt jelenti, hogy 10 darab rák van itt, ez az első, aztán itt a második, Hunter, hő, lassabban, azért ne siessünk annyira, szevasz Hunter, annyit arról, jó, ez megvan, ez is megvan, tovább mehetünk, azt mondja itt jobbra, nem? Vagy itt szokott járkálni, ja meg itt jobbra is, utána egy meg a jobb oldali ugratón is van. De hol az utolsó akkor? Tehát innen ugrok. Ja, egy a baloldali részen, egy meg itt a jobb oldalin. Tehát az utolsó az ott van a sima ugrásnál, ahol a piros rakétát lehet megszerezni. És az első hely is megvan, úgyhogy mehetünk és teljesíthetjük. Harmadik kör, első hely, nulla rák maradt a pályán, ezzel pedig teljesítettem is. El sem hiszem, hogy megvertél, biztos egész idő alatt gyakoroltál. Még én azt hittem, a tojásokat keresed. Itt van Aiden. Oké, még egy sárkány. Viszont akkor a kihívás pont még itt van, hogy 1.45 alatt teljesítsük. Innen, ha elindulok, akkor el is indul a visszaszámlálás. Hát nyilván első vagyok, mert hát csak egyedül vagyok itt, de azért meg kell tenni azt a három kört, és úgy befejezni, hogy valójában én leszek az első, de 1 perc 45 alatt teljesítem. Tehát ezt igazából meg lehetett volna korábban is tenni, akármelyik kihívás esetében, viszont itt akkor ez már fix. Tehát az 1.45-ös időt kell elérnem, az a kihívás pont. Wow, hát ez hogy fordul?
Na akkor menjünk. Innen, ahogy vissza kijöttünk, itt van egy lehetőség arra, hogy akkor közelebb jöjjünk, és akkor jövök, most teljesítem ezt a kihívást, vagy hát elindulok erre, és meglátjuk, hogy mennyi mindent tudok tenni. Amit tudok, összegyűjtök, de ha kattog és jár lefelé, akkor leszek bajba. Azt mondja, itt hova visz fel ez engem? Oda a kihív... Hoppá! Hova visz fel ez engem? Hát Csontihoz! Nem bújhatsz el előlem! Aztán itt van egy örvény, ami felvisz engem ide, amit már láthattam, és akkor innen is szerintem be tudok érkezni, ha jól csinálom a glide-ot ide, ahol az a kihívás pálya volt, de egyébként onnan a hajó orráról is ide el lehet jutni szerintem, de ha nem, az sem gond, a lényeg, hogy itt vagyunk. Őrülted? Vagy ez kicsoda? Őrülted bizony. Egyik kedvenc merülési pontom, de az állandóan járőröző tenger alatt járok miatt képtelen vagyok bármi kincset találni. Szerinted elég jó pilóta vagy, hogy elvezesd ezt a roncsot? Hát persze. Spyro nem mondott semmit, úgy tűnik, hogy ott nem volt a szöveg. De itt van ez a kis járgány, és akkor hajrá! Na lássuk csak, hogy irányítsuk, mit évők legyünk. Semmi, körrel, vagy jaja, azzal lövünk. Oké, 0/6, mondja azt szétszedni, ezt szét lehet adni, jaja. Ez szét lehet. Hol van, ami... Ja, be kell... Ja, utánuk kell menni. Várjál, egyik, második, harmadik lövés. Ja, ez a lock, hogy rá célozzunk, és akkor utána be van mérve, célpont bemérve, és akkor ki lehet lőni utána a rakétát, amikor megvan a három piros karika, és utána le is van győzve a Marika. 6 darab ilyen kis ellenfélünk van, úgyhogy nem lesz ez túl nehéz, én úgy gondolom. Majdnem meg volt. Jó, azt hiszem az volt az utolsó. Hát ezt megszívták, elég könnyűtelen tenger alatt járó vezetés stílusod van. Miért nem fogadod ezt a tojást, Ethel? Utálom, hogy megint a segítséget kell, de még több tenger alatt járó jelent meg. Na menjünk. Nézzünk szét, meg amúgy is ezt még mondjuk szét kell lőni, de mondjuk itt van ez, ezt szedjük szét, amit így lehet. Na, utána pedig indulás az orszarvúak után. Az még ott, kihasználja. Aj, mi történt? Ja, ők is támadnak. 7 darab van, amit le kell győzni, egyel több, mint korábban. De már ezek fürgébbek és trükkösebbek, ez az igazság. De hát rajtam nem fognak ki, én megyek, bár oda nem megyek be utánuk inkább. Kint itt azért jobban tudom célozni őket, és jobban el tudom úgy kapni. Barlangban is úgy az nehezebb, de hát ha muszáj lesz, akkor muszáj lesz, mindjárt meglátom merre megy, hol jön ki. Ja, ott van lent alattam, 2-3, és úgy pont szembe által. De ott miért nem? A barlangban ott nem szedi le. Na, akkor kijött a barlangból, mert hogy mész középen? Mit trükköz ez? Wow, és küldte a bombát. Itt jössz ki felül? Persze, hogy itt jön ki felül. És megfordul! Jó, meg lett. Legalább a salfolyó ismét biztonságban úszható, bárcsak lenne jobb jutalmam neked, de megint csak egy tojást tudok adni. Jól van ez, Dolores. 6/6 a tojások száma. Ide akkor bele lehet még menni, mert ott van egy csomó drága. Vagy várjál, meg kell kérdezni. Ja, vagy pedig inkább tengeralatti ezt csak úgy, ha szeretnél. Nem szeretnék, mert szerintem összetörtem minden olyat, viszont ezzel azért lemegyek ide, és akkor itt újra tölthetem ezt a képességet, és gyűjtögessünk mézecskéget. Na jó, aztán összegyűjtöttem, ott mindent körbe mentem, úgyhogy Sparks is ezt mutatja, hogy menjek kifele. Na akkor menjünk megint itt a víz alatt, és fedezzük fel az itteni rejtekeket. Azt mondja, itt egyből jobbra el lehet indulni, és akkor ez itt Zsák utca. Jó, megyünk vissza, akkor feltöltöm akkor megint ezt a képességet. Hát ezt jó lenne, megadná a játék itt amúgy végtelenség. Vagy hát nem is a végtelenség, de hogy itt sokáig lehessen itt szétnézni, mert itt azért elég sok mindent lehetne. De hát akkor felfedezzük így lassacskán, ott az tiszta, akkor itt is, itt végig mentem, megvan minden, vagy itt jobbra felé, ott föl, ott mentem föl, azt hiszem. Na jól van, oda kell még elugornom, úgy gondolom, a drága kövekért, ez pedig egy zsákutca, csak innen lehetett eljutni, igaz? Aha, de még van valahol, hát gondolom a víz alatt. Nem tudom, hogy ezekhez a vizekhez el lehet-e jutni ide a zöldséghez, de szerintem ide is el kell, úgyhogy
megfogom, és akkor ide kihozom azt a képességet, mármint úgy, hogy itt akkor nem arra megyek le, hanem itt indulok el, ebbe az irányba, mert nem tudom, hogy itt akkor van a víz alatt, vagy mi van, de hogy onnan el lehet-e jutni, azt meg nem mondom, de azt megmondom, hogy jó irányba jöttem, csak Sparks félúton elkezdett lepkézni, hogy az a... Jó, semmi baj, nincs harag, Sparks, jövünk még egyszer, oké? Okay? Semmi harag, ne haragudj, na, mit mondta? És akkor ezzel vagyunk meg, 600/600, pálya teljesítve. Úgyhogy mehetünk haza, befejeztük az elveszett hajó temetőt, fordulok meg és úszok ebbe az irányba, a tűzi játékgyárba. Itt is van egy kihíváspont, viszont nem gondolom, hogy annyira nehéz lenne, mint az előző. Az itteni úgy szól, hogy tűzi játékgyár, találd meg 9-es ügynök feltöltőjét. Egyrészt ez már jelzi számunkra, hogy akkor 9-es ügynök is szükséges lesz ide, és a feltöltőjét majd meg kell szerezni. Ezt a későbbiek során tudom megtenni. Viszont itt van a Spyro 2-ből Greta. Ó, oh, szia, jó, hogy itt vagy. Ismét Spyro, komiszvajászó, ellopta a professzor Jakéta tejveit, és én most egy titkos küllin vagyok étük Handellel, itt kellett volna tajájkoznom, de nem találom sehol. Tudnál nekem segíteni? Persze, akkor találjuk meg a párját, így van. Hoppa, hoppa, ninja, ne csak ninja, mi újság van? Okay. Akkor segítsünk és fedezzük fel ezt a tűzijátékgyárt, és ami elérhető, azt szerezzük meg. Egy achievement van, ami elérhető, az pedig azt kéri tőlünk valójában, hogy az ikersárkányt vagy a Twin Dragont azt győzzük le, azt meg is fogjuk tenni, csak ahhoz először el kell jutni ahhoz a sárkányokig. Nem tudom, hogy az már most is elérhető lesz, vagy csak később. De úgy tűnik, a ninják azok maradnak, de azzal kell lőni egyet, vagy mit is kell ezzel csinálni, hát nézem, ezt így bele gyújtani, vagy neki menni, vagy valami, ez pedig interakció itt lesz, de lehetséges, hogy majd a későbbiek során, szóval nézzünk, csak nyugalom. Tehát azok a ninja ellenfelek szerintem onnan fentről jönnek le, mindig ott leugrálnak, mert ott van valami, itt pedig van egy ilyen köpőkénk, akkor ezt kihasználhatjuk arra, hogy mondjuk azt a nagy ellenfelet mondjuk legyőzzük, és azt úgy tesszük meg, hogy amíg ott áll, én oda találok a tűzi játékgyár. Ez igen, jól nézett ki az a tűzi játékozás. Gyűjtsük össze az itteni platformokról a drága köveket. Hoppá, meg ott van bent egy tojás, de szépen el volt rejtve. Odáig el tudok szerintem jutni. Oké, okay, az itt... itt van egy nokedli. Oké, okay, hát erre nem számítottam, de ha így vagyunk, akkor így vagyunk. Másik oldalt itt van... Aha, itt drága kövek gyűjtése lesz a másik oldalt. Úgyhogy tegyük azt is meg, idáig át tudok jutni szépen. Itt azért már elég pontos ugrásokat kell megtenni, hogy elérjünk a bizonyos platformokra, szóval arra oda kell figyelnünk. Jó, itt újabb három drága kő, itt leüt, hoppá, nála volt drága kő, akkor de valamelyik meg nem adott, tehát szerintem ez úgy van, hogy mondjuk oda lehet, hogy kell egy tűzijáték, ez is dobott. Az előbbiek nem dobtak, tehát itt ezek újra lejönnek. Látod, hogy az nem dob, de egy tűzi játékot elkérek, mert úgy gondolom, hogy azt a nagy lezárt dobozt, vagy hát nem túl nagy, de ezt a kincses ládát, ezt ezzel gondoltam, így bizony kinyitni. Szuper, akkor még szedjük le az ittenieket. Itt van, hoppa, mondom, az itteni ninjákra gondoltam én, adják szépen a drága köveket, ez helyes, itt ebbe az irányba, aha, itt egy kis rejtett dolog, oké, innen is megszereztük a dolgokat, másik oldalt itt szintén van egy ilyen, vele azzal a toronnyal szembe volt, megint egy ilyen kis bunki, és akkor mehetünk itt befelé középen, úgy gondolom, hogy akkor, ja, ott kell ezt majd felmászni, csak előtte, hoppa, szép, nézzük meg, hogy ugrottál fel? Mi van azzal? Hogy? De dönts már! Mi van? Várjál, hát nézem, ott van. Akkor innen neki szaladunk. Jól van, trükközött. Visszamegyek egy rak... Ja, de innen is adja, jó. Akkor nem kell nagyon
nagyon visszamenni. Ott láttam, nagy ellenfél van ott úgy szembe, úgyhogy győzzük le így. Jó, akkor nem is marad belőle semmi. Hát ez igen, hoppá, ezekből a ninjákból, ott támadott volna, ja, ide feljöttünk, jó. Akkor győzzük le őket, azt mondja. De nézd meg, az a felugró, leugró, elugró, minden itt neki. Nekik kell menni, úgy nekik kell szaladni, így legyőztük őket, és akkor itt van, úgy látom, Greta. Na mondja, de mi a helyzet? Ahogy látom, csak az ágyúval tudsz átjutni, egyszerűen csak mász bele, engem illet, nekem elég, ha elengedem az elmémet. Oké, akkor hoppá, az elméd, hopp, szép nagy ugrás volt. Oké, hát odáig átugrott, az nem semmi, én akkor ebbe ugrok bele, és akkor ezért célozni, nem én célozok, hanem magától fogja, és átlövi ide Spyro-t, szuper. Először kívül szétnézek, hogy mi a helyzet, esetleg körbe, de akkor ami ott volt az elején a pályának, azt is remélem majd fel lehet oldani, majd feloldódik valamelyest. Opa. Ja, ezekből jöttek lefelé, ezekből a... Azok a ninjak, vagyis hát az ottani ninja, az szerintem ebből ugrott elő. Na megyek akkor most már bentebb. Ide benézek, akkor hopp, és senki. Ott van egy tűz. Játék meg a ninjak. Jó. Az, még egy ninjat hallottam. Ugye ott a sarokba. Szórakozik itt velem. Na várjál akkor. Hát akkor fogom. Rá nem pazarékolom, hanem inkább akkor oda arra a nagy ellenfélre. Ide is leugrott egy. Hol van még? Ki van még ott? Ha neki szaladunk, akkor az úgy jól működik, az jól szokott. Ott van egy másik nagy ellenfél, menjünk. Neki is annyi újabb tűzi játékot használva. És akkor hoppá, ebből jönnek a ninják. Ezt szét lehet szedni majd. Aztán hoppá, ez lövöldözős. Jó, lelőttük. Oké, és itt van majd egy kihívás. Ez az Agent 9-os, vagy ez melyik? Hát nézem. Ja, itt van! Itt van Handle, azt hiszem látok egy tojás mögötted, de innen nem tudod elérni, keresned kell egy kerülő utat orszarvukon keresztül. Jó, akkor ez egy ilyen orszarvús kihívás, de a tojás az odafent van egyébként, úgyhogy menj, hoppá, de granát, várjál, ezeket hogy kell legyőzni, ezeket nem lehet legyőzni, akkor hagyjuk ott, vagy várjál, azt valahogy máshogy pedig szerintem le lehet őket győzni, majd kiderül, hogy van-e valahol olyan kis tűzi játék, mert nekem nem tűnt úgy. Na már először akkor szaladjunk végig, aztán majd utána. Lehet, hogy ez nem is enged át. Ez nem. Akkor kell ide a tűzi játék valahogy. Lehet tőle lehet majd szerezni. Tőle lövöldözget annyira. Akkor csak visszajövök és gyűjtök. Vagy a hátukra kell egy fújást intézni, hogy azzal... Így bizony, így is le lehet győzni őket. Akkor azt mondja, hogy kerülök így, az, hát az úgy nem. Akkor mondjuk így körbe, ott, de nem lehet, hát be kell ijeszteni őket, és úgy valahogy a hátát el kellene találni. Itt van oldalt egy ilyen rakéta, úgyhogy ezt ki lehet lőni akkor így az ilyen nagyobb ellenfelekre. De egyébként a hátán, hogyha úgy csöndbe lopózunk hozzá, akkor a hordót ott be lehet gyújtani, de hát nem mindig lehetséges ez. Na lássuk azt, hogy ja, mondjuk most pont el lehetne úgy nyugisan is találni. Ja, meg itt is lenne egy, hát akkor ezt hozom. És akkor figyelem, hogy merre, azt mondja, oda menjek, vagy ide menjek. Hát először benézek ide, itt mi újság, jönnek ninja. Hogy ne jönnének ninja? Persze, hogy jönnek, de győzzük is le őket. És utána akkor ebbe az irányba folytassuk. Látom, már ott van egy ninja, akkor irány utána, meg még ugrándoznak lefelé, van még, hoppá, van még egy ilyen nagyobb is. Azt meggyújtottuk, puf! Annak annyi, aztán lássuk a továbbit. Jó, ez jó, király szerintem. Megint itt egy tűzijáték, amit úgy elkérek, hát hadd legyen nálam. Így az öklelés futással legyőzöm majd ezeket a ilyen ninjákat, egyébként meg hát azokat a nagyobbakat pedig azzal a tűzijátékkal. És itt is van, jó van, csak eljutottunk akkor ide a tojásig. Ez itt szem. Na vissza kijöttünk, akkor ez itt rendben, viszont ide kell egy tűzijáték, és azért már is meg visszamegyek. Egyből tegyük meg, mert akkor el fogom felejteni egyébként, akkor ezt így kinyitottam. Szuper, ide bent van még néhány drága kölyk, az is megvan. Oké, itt egy ilyen ninjás doboz, rendben, és innen el lehet jutni a következőig, na akkor jussunk el ide.
innen pedig egészen oda. Jó, ez itt, nem, ez semmi, itt csak a kihívás van, ez a kihívás pedig az Iker sárkányok kihívása. Használnod kell ezt a kombinált képességkaput, hogy legyőzhess az tüzes sárkányokat. Kapu folyamatos repülést és tűzlabdákat biztosít számodra. Jó, akkor vágjunk is bele a dupla sárkányok akciójába. Ilyen kombinált képességkapu volt a Spyro 2-be is. Ott úgy volt, azt hiszem, hogy a Metropolis, és akkor voltak azok a bárányok, meg a csészealjak, ők voltak, ha jól emlékszem. Na nézzük akkor, hát szedjük lefelé őket, mert ez így nem lesz jó. Mert visszagyógyul az életük, az a baj, tehát ezt állandóan jól kell követni őket, mert egyébként meggyógyulnak. Meg kell figyelni, hogy milyen az út, amit ők tesznek, és akkor azt az utat kell követni, és úgy támadni őket. Hogyha bemegy az egyikbe, akkor ki fog jönni a másikból, tehát ezt az ilyen alagutazás, ezt ki lehet használni. Gondolom innen fog kijönni, így bizony. Jó, és így le lehet szedni valamelyest az életét. Már nagyjából félnél tartok a kékkel, a felénél. Jó, már mindjárt megvan az első sárkánya, nagyon gyenge. Jó, letalált, vagy még egy életpont, mennyi van még annak? Hát már csak egy fej. Szerintem már itt fog kijönni ebből a toronyból, és akkor csak eltalálom. De még mindig egy kicsi fejecske, akkor itt a másikkal szembe, vagy pedig jövök itt. Jó, akkor megvan az egyik sárkány, itt meg mellettem a másik, akkor kezdjük el őt is aprítani. Hát a másikat is így kergetem, aztán eltalálom néha, és lentebb megy úgy az élete, aztán így végzek vele. Jó, kész vagyunk, tessék, itt van, nemrég haláztam ki az olvadt lávából, Evan, és az öcsém ment feloldva. Jó, hát itt még azért szétnézek, mert vannak itt drága kövek ide lent, úgyhogy azokat összegyűjtögetem itt, de ez Sparksnak a segítségeivel egyszerűen megy, hogy megmutatja merre van, én meg oda repülök, szóval ebbe szerintem semmilyen kihívás nincsen, csak egy kis idő, amíg megszerzem ezeket. És akkor most pedig jöjjünk ide Gretához, aztán nézzük meg, itt mi a teendő. Úgy látszik, a varázslónőnek van egy terve, meg akarja építeni a saját rakétáját, el kell pusztítanunk. Na menjünk akkor, puff, 1, 2, és hol a harmadik? Ilyen harmadik és negyedik is van a másik oldalt. Gyönyörű mozdulatok, egy piros gomb megnyomása, egy hatalmas tojás van rárögzítve oda, lent pedig Agent 9-nak, vagyis a 9-es ügynöknek ott van a kihívása. De ez a rakéta megy, és a tojás, ajaj, ne, az a nagy tojás, puff, most esik le, így nyílik ki ott az elején az a kis ágyú, és itt van, talált még egy tojást, ez itt Grady. Lehet, hogy ez esett le, csak ő felhozta ide nekünk. Jó, látod Handelt, mondd meg neki, hogy visszamentem éjfély tojóhoz befejezni a professzor rakétáját. Így bizony a mi rakétánkat, mármint úgy a miénket, hogy ami majd segít nekünk tovább haladni a következő világba Spyro-nak. A hazatérés portálja előtt még lenézek, hogy itt van-e valami még ide bent, illetve meg, hát itt csak az ügynöknek a portálja van. Jó, akkor mehetünk vissza föl, és akkor még megnézem azt az ágyút, hogy az hova vezet, ami a játék elején volt. Lássuk az, hova fog kilökni minket. Szóval oda beülök, felemelkedik, puff, egy lövés, és az visszalök minket ide felülre. Szóval ez csak egy ilyen kis levágó, hogyha visszatérnénk a pályára, hogy gyorsan el tudjunk jutni Agent 9-nak a kihívásához. Hát akkor mehetünk haza. Így fejeztük be a tűzi játék gyár pályát, és a naplóban ez 69%-os, 2 darab tojás még ott maradt, illetve az a kihíváspont még, amit majd a 9-es ügynökkel fogunk megszerezni. Van itt is egy ügynök ebben a világban, amihez szükséges is lesz majd a drágakő, de azt majd a következő részben lehet találni, a lejátszás listában az előzőek, vagy pedig, hogyha már feltöltöttem, akkor azt is. Találkozunk legközelebb.